Több száz diák öltözött a szerenádot követő reggelen maskarákba. A szokásoknak megfelelően a fehérvári városház téren tartották az idei bolondballagást. Élő halottakkal, római és görög istenekkel, szellemirtokkal és pantomimesekkel is találkozhattak azok, akik kilátogattak a szervezett bolondozásra. Sokan produkcióval is készültek az eseményre. Ez az osztály például egy vadvízi evezést utánozott a városháza előtti alkalmi színpadon. Többen heteken keresztül készültek a bolondballagásra, jelmezvarrással és próbával. Ezek a kodolányis diákok például kinder tojásnak öltöztek, benne a meglepetéssel. Éjszaka nem is aludtak, a szerenád után egyből a bolondballagásra érkeztek. A legötletesebb jelmezben felvonuló diákok külön díjat nyertek. Idén a Tóparti gimnázium végzősei lettek a nyertesek, akik habfürdőnek öltöztek. A külön díjat a Tóparti gimnázium és művészeti szakközépiskola 12A osztálya nyerte. A díj maga pedig egy 100 000 forint értékű felajánlás volt, mellyel az érettségi bankett lebonyolításához szerettek volna hozzájárulni a szervezők.